Nem csak Kuznyecov Szergej, csapatkapitányként Mihály Skvarka is megszerezte az első győzelmét Tisza Kécskén, és mindketten számítanak most a Honvéd ellen is a három pontra. Nehéz összecsapásra számítok. Igaz, a tabellán nem a legjobb pozíciót foglalják el a budapestiek, de minőségi játékosokból áll a keretük, mondja Skvarka. Nagy felelősség, hogy én vagyok a kapitány, de szerencsére sok vezető személyiség van az öltözőben. Együtt közösen tudunk kilábalni a hullámvölgyből. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mert az utolsó mérkőzésen, amit mutatta a Honvéd elől, elég érdekesen és elég jó kombinálnak, szóval okoztak elég sok problémát az ellenfeleknek, nem mindent rúgnak be, de helyzetek eljutnak, és jól néznek ki, úgymond az utolsó időkben elől. Vannak problémáik hától, és reméljünk, hogy ki tudjunk használni ezeket a problémákat, és javunkra fordítani a mérkőzést. Deján Boldor kényszerű cseréje után Szépen János lett a vezér a hátsó tengelyben. Azt mondja, nem bánja, a meccs végén nem mehet föl fejelni a szögleteknél, csak legyen meg a három pont. Hajjá szívem, jó elején még fölmehetek, hogyha úgy van az eredmény, de most a meccs végén nem is tudom, eddig percben volt szöglet, akkor nem mehetem föl. Hát nyilván szeretek fölmenni, mert jó érzés gólt szerezni, hogyha sikerül, de a legfontosabb az, hogy ne kapjunk gólt. Az Eto hétfőn este 8-kor fogadja a Honvéd csapatát.